támogatója a Lotus Virág Budapest. Média partnerünk a Bibi Blog. Együttműködő partnerünk az Echo cipő. A Esti Orvos Játék munkatársa Visa Bank támogatja. A Esti Orvos Játék támogatja a Reform Webshop. Az Esti Orvos támogatója Magyarország kormánya és az Európai Unió. Bislimer testcsúcsökkentő kapszula, a túlsúly mától a múlté. A műsor támogatója az Audiotech. A műsor támogatója a Szentendrei Suzuki Géró. A műsor támogatója a Volt egyszer egy táncdal fesztivál februári aréna koncert. Jó estét kíván! Jó estét kívánok! Ez itt az Esti Orvosi Játék. Tartsanak velünk! Munkaünnep! A munkaünnep egy külön kiadás. Hajrá! Nézzük, Máté, mi történt a pacienseinkkel. Jaj, ez kicsoda, kis maci. Mi történt vele? Fáj! Jaj, fáj neki, mert beszorult a pezes dobozba. Jaj, a következő, a kis malacnak fáj a farka. Ó, ennek a... mi ez? Neki, a kék emberkének megfájdult a torka. És a barna medvének fáj a füle. Jaj, segítsünk rajta, Máté. Hogy tudunk rajtuk segíteni? Segítsünk neki, Máté. Segítsünk neki. Húzzuk első innen. Első este. A lila kis szörmók beragadt a dobozba. És mi történt? Megfájdult a dereka? Vagy a feje éppen, hogy kilóg. Mit tudunk vele csinálni, Máté? Segíts nekem! Húzzuk ki onnan, segítsünk neki kijönni. Ó, jaj, mi lesz most? Mi lesz most? Jaj. Mi történt? Mit csináljunk vele, drágaságom? Aha! Itt a megoldás. Mit csináljunk? Vegyük ki onnan gyorsan. Ne szenvedjen tovább. Na, mi történt? Mi csináljunk vele, macika? A doboz. Nyissuk ki a dobozt, hogy ki tudja jönni. Nyisd ki gyorsan a dobozt. Jaj. Gyorsan nyisd ki a dobozt, kicsi. Na, mi lesz? Let's try something else then. Nem tudjuk a megoldást. Aha! Sikerült! És mit csináljunk? Megragasztjuk itt a hasát. Sebb tapaszt rakunk a hasára. Egy kis sebb tapaszt. Bontsuk ki a ragasztót. And the patient's denture is done.
Ez nem ragad, ez nem jó. Ez nem lesz jó. Várják, keresni kell. Egy pillanat. Megasszuk a hasára, hogy meggyógyuljon. Ez az! Meg is gyógyult a lila szörnyünk, és újabb sikeres beavatkozás. Doboz. Ó, a doboz, mit csináljuk be? Ó, elrepült a doboz. Remek, a dobozban nem szabad játszani. Következik, mi ez, kis malac? Jaj, a kis malacnak az ólajtó rácsapódott a farkára, és nagyon fáj neki. Segítsünk neki, segítsünk. Mi lehet a megoldás, Máté? Szépen megdörzsöljük kenőccsel, és egy ragasztót rakunk a farkincájára, hogy ne fájjon neki. Itt a segítség, a testi orvosi játék. Ó, ez az a megoldás. A sebb tapaszt. Gyerünk, gyerünk, Máté, gyerünk. Ragaszthatom a farkára a kis malacnak? Ó, nem a hasára. Nem a szemére. Nem, nem. Nem, nem. Hova ragasztunk? Hova ragasztunk, drága sebb? Gyerünk. Máté lefeküdt. Máté lefeküdt. Jaj, nem! Jaj, nem! Máté lefeküdt. Jaj, nem, Máté lefeküdt. Máté, gyere, segíts! Itt vinnyog a kis malac. Állj a farka, meg kell ragasztani. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ébresztő! Pofak! Ébresztő, Máté, ébresztő! Ébresztő! Felébredni vizek. Mit csinálunk? Öntsek rád vizet? Uh-huh. De elmöntök, mert megfázol a gyere! Gyere, gyere! Nem, nem! Na gyerünk, megvan még a ragasztó a szegény kis malacnak a farkára. Úgy, úgy! Ez az! Meg is gyógyult! Újabb sikeres bevetésen vagyunk. Itt van a két melák, akinek megfájult a nyaka. Szegény-szegény fáj a nyaka. Mit évők legyünk, mit csináljunk? Nem a lába fáj, nem, nem. Nem, nem a lába, nem, nem. Nem a keze, nem, nem. Hanem a nyaka. Fú, szegénynek nagyon fáj. Máté, segítsünk rajta. Egy kis sebb tapaszt. Nem árthat. Egy pillanat. Doktor apa, doktor Máté segítségével rávágott egy darab sebb tapaszt. Nem a kezére, nem, nem, mert nem az fáj, hanem nem is a lába fáj. Nem, nem. Azért ne ránk be az egészet. Na, mi történt? Jaj, nem az apa orra, nem, nem, hanem, hanem nem a lila szörnyú, hanem a kék melák. Jaj, közben Máté lefeküdt aludni. Így nem lesz segítségünk, ha Máté alszik. Nem, nem. Így nem lesz segítség. Gyere, Máté, kelj fel! Ja. A barátaid várnak rá, hogy segítesz rajta. Lefeküdt. Én is feküdjek le. Jaj, az orvosi váróba. Apa és Máté lefeküdt pihenni az egész napos megfeszített munka után. De nem sokáig pihenhettek, mert a kisállatok várták a segítséget. A sérült testrészeiket meg kell gyógyítani, igaz? Na gyerünk, doktor Máté, nem üstálkodhatunk sokáig. Indulni kell gyógyítani. Hajrá, hajrá! Indulni kell! A kis feladatunk van, meg kell gyógyítani a kis állatokat. Gyerünk, gyerünk! Most is vár ránk az a kék melák, akinek fáj a nyaka. És itt van nálad a ragasztó. Na, induljunk! Hajrá! Felébredtek a doktorok!
jönnek meggyógyítani a kék melákot. Ez az! Remek! Újabb sikeres gyógyítás! A kék, a lila szörmuk, a kismalac és a kék melák már mind-mind meggyógyultak. Jaj, újabb eset van. Jött egy barna maci, akinek megfájdult a füle. Mi volt, megcsipte egy darázs a fülét. Jaj, segítenünk kell rajta, doktor Máté. Hol fáj neki? Nem a szeme, nem. Nem a szája, nem. A fülecskéje fáj neki, megcsipte egy darázs. Szerintem, doktor Máté, az az orvosi véleményem, hogy ragasszuk be sebb tapasszal a fülét. Előtte természetesen kap megfelelő kerülcsöt rá, de utána beragasztjuk sebb tapasszal. Jaj, nagyon fáj neki. Hova? Ó, oda a fülére kell ragasztani. De megint este van, a doktor bácsik elálmosodtak az egész napos, fáj, megfeszített munka után. Doktor Máté is lefeküdt tanulni, meg doktor apa is pihen egy kicsit. Ügyeletben vagyunk, de azért nem árthat a pihenés. Jaj, mert hopp, Máté, nem felejtettünk el valamit? Szerintem a barna maci ránk vár, hogy gyógyítsuk meg a fülét, amit megcsipett egy darázs. De én lehet, hogy kicsit el is feledkeztünk róla. Hát, szerintem jó lenne felébredni, segíteni az a barna macin, hogy ne fájjon a füle. Mi erről a véleményed, doktor Máté? Meggyógyítjuk a barna macit? Mi, Máté, meggyógyítjuk? Igen. Az esti orvosi játékban segítséget kért a barna maci, akinek fáj a füle. Ezért a doktorok felébrednek, hogy ismét segíthessenek. Mindjárt felébrednek. Na, mindjárt meg felébredünk? Hó, gyerünk, nézzük meg a barna macit. Hatott-e a fülén a gyógyszer? Igen, hatott. És mehet a fülére a sebb tapasz. Remek, meg is gyógyult. Ez volt a negyedik páciens, akit ma kezeltünk az esti orvosi játék keretében. Nagyon ügyesek voltunk, doktor Máté és doktor apa. Jaj, de közben doktor apa megsérült. Mi lesz most, doktor Máté? Mi lesz most? Segítsetek a fájós testrészemet meggyógyítani. Jaj, segítenek a kis páciensek, akiken eddig mi segítettünk, most ők cserébe visszasegítenek nekünk, Máté? Félek alapja. Igen, üljek le az orvosi vizsgáló kanapéra. Na gyerünk, itt vagyok a kanapén. Jaj, fáj az ujjam. Segíts, doktor Máté. Gyógyíts meg. Ó, de nem a szememet, nem az fáj. Úgy, ott az ujjamat. Segíts rajtam, doktor Máté. Na, mi lesz? Tap-tarap-tarap-tarap-tarap. Aj. Remek. Hát ez egy sérülés, de nem, úgy látom, nem halálos. Nem kell befeküdnöm a kórházba, hanem helyi segítségre van szükségem. Áj! Hát de ne szedd le, ha ráragasztottad. Milyen doktor az ilyen? Na gyerünk. Gyerünk, várom a segítséget. Hát ott is van, de hát annyi baj legyen. Na, gyerünk! Na, doktor Máté, kenjük be gyógyító kenőccsel, aztán pedig mehet rá a ragasztás. Köszönöm szépen, doktor Máté, meggyógyítottad apát is. Köszönöm szépen, mindenki meggyógyult. Ez volt már
az esti orvosi játék, a kvízünk. Első kérdésünk, a kismalacnak melyik testrésze fáj? A. Az orra, B. A füle, C. A farka. C. A füle, gratulálok! Második kérdés, a kék meláknak hol sérült meg? A. Az orra, B. A lába, C. A nyaka. C. A nyaka, gratulálunk! Harmadik kérdésünk, hogy a barna macinak melyik testrésze sérült meg? A. A kis ujja, B. A térre, C. A füle. C. A füle! Ez volt a kvíz kérdésünk. Abba! Apának hol sérült meg apa? A. Az orrán, B. A lábán, C. Az ujján. C. Az ujján! Gratulálok! És mibe záródott be a kis lila szörmók? A. A szekrénybe, B. A tévé mögé, C. Egy dobozba. C. Egy dobozba! Gratulálunk! Ez volt az esti orvosi játék. Az esti orvosi játék keretében 4 paciens gyógyítottunk meg. A lila szörmókot, akinek a hasafájt, mert bezáródott a dobozba, a kismalacot, akinek a farkát becsípte az olajtól és a farkafájt, a kékmelákot, akinek megfájdult a nyaka, a macit, akinek a fülét megcsípte egy darázs, és apát, akinek megsérült a keze. Ma is ügyesek voltunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez volt az esti orvosi játék, találkozunk legközelebb november 4-én hétfőn, tartsatok akkor is velünk. Viszontlátásra! A virágokat biztosította a Nintika Art Studio. A műsorvezető frizuráját a Nara Salon készítette. Az esti orvosi játék műsorvezetőnek ruháját a Tender Shop biztosította. Köszönjük a forgatás helyszínét a Kulacs Csárda és Panziumnak. A esti orvosi játék támogatja a Reform Webshop. A műsor támogatója az Audiotech.